Ridley Scott 80 felett is aktívan rendez, sőt idén két filmmel jelentkezik, az utolsó párbaj mellett a Gucci ház is hamarosan eljut a mozikba. Először azonban térjünk ki a középkorban játszódó művére, melynél nem csak az ő neve miatt kaphattuk fel a fejünket. Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck és Matt Damon bizonyítanak benne színészként, ráadásul Damon és Affleck a Goodwill Huntingot, Hunting óta most először dolgoztak együtt forgatókönyvíróként is. Ez mindenképp jó ómennek tűnik, de ne együk azért olyan forrónakását. A 14. századi Franciaországban járunk, Jean de Carouge, bátor lovag, a száz éves háború során számtalan csatában bizonyította rá Barátja Jacques Le Gris ezen idő alatt jobbára hazai földön tartózkodott, és a helyi gróf bizalmasa lett, ami miatt megromlott a kapcsolat a Jeannal. Amikor a lovak hazaér az egyik hadjáratából, felesége Margerit elárulja neki, hogy Jacques betört hozzájuk és megerőszakolta. Az eset nagy vihart kavar, és a felek halálig tartó párbajjal kívánják eldönteni, hogy kinek van igaza. A sztori igaz történeten alapul, a szereplők létező személyek voltak, és mind a tárgyalások, mind a párbaj valóban lezajlottak a valóságban is. A történetről Erik Jéger irodalomkritikus írt könyvet, melyben részletesen kifejti a párbajhoz vezető eseménysorozatot. Demon és Affleck Nikol Holofsenerrel kiegészülve sokat merítettek Jéger munkájából, de igyekeztek a saját stílusokat is belevinni, mely nem biztos, hogy minden esetben jól sült el, de erről kicsit később. Aki elolvassa a szinapszist, hamar rájöhet, hogy a film tökéletesen beleillik a manapság nagy teret kapó MeToo mozgalom moziai közé, annyi különbséggel, hogy jelen esetben nem a modern társadalom szolgáltatja a környezetet, hanem a középkori Franciaország. Ez önmagában adhat neki egy autentikus szájízt, de bevalom tartottam tőle, hogy sekélyes és egy darab fog születni. Szerencsére ezt nem lehet rásütni, legalábbis nem végig. Remek ötletnek bizonyult, hogy a cselekmény szegmensekre osztva mesélje a történetet. Megismerjük Jean, Jacques és végül Margarit perspektíváját, hogy ők miként látták és élték meg a dolgokat. Nincsenek tények, csak szubjektív pontok, ahol az adott szereplő narratívája szerint alakul minden. Természetesen ilyenkor a főhős a legjobb színben tünteti fel magát, és igyekszik elérni, hogy a nézőben kialakuljon a szimpátia, netán a kétség, és megkérdőjelez az ellenlábas véleményének igazságtartomát. Ez egészen addig működik, amíg nem váltunk Margarit nézőpontjára. Ettől kezdve borzasztóan didaktikussa és hollywoodivá válik az utolsó párbaj, itt már nincsenek morális válaszutak, csak tényként beállított események. Eleve úgy kezdődik a szegmens, hogy kírják, ahogy Margarit látta, vagyis az igazság. Sokkal jobb lett volna, ha nem rágjánk ezt a szánkba, de nélkül is látjuk a nyilvánvaló jeleket tudjuk, mi történt, de nem elég. Muszáj volt többek közt a lovagot is megfosztani az érdemeitől, és egy hiú bunkóvá degradálni, aki nem a hölgy becsületéért, hanem a saját nevéért és egójáért harcol, szerelmét pedig csak elnyomni tudja. Kár a korábban felépített, árnyaltabb karakterábrázolást ezzel semmisítették, csak hogy megfeleljenek a modern trendeknek. Maga a párbaj sajnos rövidke, de szerencsére kellően feszült és kegyetlen, ebben legalább nem volt kompromisszum. Színészi fronton mindenki pazar, Démon és Affleck a kabaréba illő hajszerkezetük ellenére is hozzák a kötelezőt, Csodikomer egyszerre bájos és érzelmes, de edem Driver nálam mindegyik ők fölé kerekedett. Egyszerre kimért, tenyérbe és kemény figura. Az utolsó pár baj lehet, hogy nagyobbat ütött volna néhány évvel ezelőtt, és na a létjogosultsága abszolút van, kár, hogy a végre túlantúl is egyhangúvá és szájbarágossá válik pont akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna a megújulásra, ugyanis a két és fél órás játékidő rettenetesen hosszú, főleg, hogy a perspektíva váltás miatt ismétlődő jelenetek miatt sokszor repetitívvé -e is válik. Megvannak tehát a hibái, de ennek élnére kétségtelenül profi munka, kreatív húzásokkal, kellően szikár kivitelezéssel. Egy tisztességes iparos munka, amiben benne volt egy erősebb gyomros lehetősége. Akit érdekel a téma, a közeg, vagy tényleg csak szimplán egy lovagos filmet szeretne látni egy kicsit másfajta köntösben, az nézze meg, de készüljön rá, hogy nem minden ízében fog elnyerni a tetszését a film. Nekem is így lett, úgyhogy adok rá 60%-ot. Ennyi lettem volna tetszett a videó, akkor like és iratkozz fel. Ha gondolt, kövess Facebookon vagy Twitteren, a linket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csac!